Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Bajnokok Városa adását látják, és vágjunk mindjárt a közepébe, mert hogy a hét elején bejelentette a Hidrofehérvár AV19, hogy Kis Dávid a csapat másodedzőjeként folytatja tevékenységét a klubnál. Hát ennek apropóján beszélgettünk Kis Dáviddal, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Mindenek előtt gratulálunk! Köszönöm szépen, és a meghívást is nagyon szépen köszönöm. Egy újabb lépcső a karrieredben, egy újabb fehérvári lépcső. Hát ugye nagyon fontos a sportban, és így a Hidrofehérvár AV19-nél is a tradíció, és hát a helyi erők, és hát azt gondolom, hogy ezt te egy személyben nagyon szépen meg is testesíted, most már hosszú idő óta. Ráadásul sikeresen. Hát szerencsésnek is érzem magam emiatt, hogy eleve annó, hogy megléptem ezt a edzősködést a játékos karrier végén, és hát a klubtól is ugye a bizalmat, hogy igazándiból végig felépítettek, úgymond, és megadták mindig a lehetőséget, hogy fejlődhessek, és igyekeztem élni a lehetőséggel, és most szerencsére most ott tartunk, hogy a felnőtt csapatnál is dolgozok most már. Mennyire lepett meg a felkérés? Egy kicsit azért meglepett, nem most terveztük, vagy hát nem volt annyira a levegőben, hogy ez most a következő szezonra érvényesülni fog, de amikor Szelég Viktorral leültünk és megkeresett és felajánlotta, akkor nem kellett sokat gondolkoznom, hogy igent mondjak azért erre a munkára. Igen, azért az elmúlt jó néhány szezonban azért rendesen letetted a névjegyed ugye a korosztályos csapatoknál, aztán a Titánoknál, azért a Ferencvárost elég rendesen sikerült megszorongatni a rájátszásban az elmúlt szezonban. Egy olyan szezonban, ami aztán végül hát csonka szezon lett, de persze ez az Ebelre, vagy egykori Ebelre is igaz. Az viszont bizonyos, hogy Betett Home Ice Hockey League néven folytatja az osztrák bázisú jégkorong liga, és hát ugye ennek a bizonyos csapatnak a másodedzője lesz Kis Dávid, illetve már most a másodedzője. Hát persze azért sok a kérdőjel, és azért ebből a szempontból is most egy elég nagy kihívás ez, mint újdonsült másodedző számára. Hogy tekintesz az elkövetkezendő hetekre, hónapokra? Ugye Ausztriában most úgy tűnik, hogy visszatér a koronavírus a mindennapokba. Gyakorlatilag szinte kiszámíthatatlan ez az egész dolog. Igen, én is hallottam ezt az úgymond második hullám, hogy ez a vírus még nem futott le teljesen. Ezzel igyekszünk nem foglalkozni. Természetesen betartjuk a szabályokat és mindent, ami ahhoz kell, hogy ez ne terjedhessen akár a játékosok között. Mi ugyanúgy készülünk, mintha minden rendben lenne. Körülbelül tudjuk, hogy egy két hetet csúszik egyelőre a szezon, vagy késik, úgyhogy szeptember vége fel fogjuk elkezdeni. Attól függetlenül mi a mai napig is, és nyáron is dolgoztunk. A konditermi edzések azok mennek folyamatosan, illetve tegnap volt az első nap, hogy jégre ment a csapat. Készülünk igazándiból, és csak azzal foglalkozunk, és arra koncentrálunk, hogy elkezdődjön szeptemberben a szezon, és készen álljunk a rajtra. Sok kihívás előtt álltál már edzői pályafutásod alatt. Ez most ott van a top 3-ban? Én akárcsak egy játékos, aki tovább szeretne lépni és magasabb szinten játszani, ugyanúgy edzőként is ezek a céljaink. Én is annó azért kezdtem el edzősködni, és minden évben igazándiból kihívásnak tartom bármilyen korosztály vagy bármilyen csapattal kelljen foglalkozni, és most nagyon izgatottan várom. Nem lesz újdonság, hiszen voltam már másodedzői pozícióban, és úgy gondolom, hogy vezetőedző pozícióból visszalépni másodedzőnek nem lesz annyira nehéz, ami olyan újdonságot mutatna, de biztos vagyok benne, hogy egy izgalmas feladat lesz, és nagyon várom már. Ugye a klub honlapján lehetett olvasni pár gondolatot tőled, ahol azt fogalmaztad meg, hogy Antikárul a vezetőedzővel jó párost fogtok alkotni reményeitek szerint. Az viszont érdekes, hogy azt is mondtad, vagy azt nyilatkoztad, hogy máshogy kell megszólítani a játékosokat, a srácokat. Mit értesz ez alatt? Miben változtak ők, vagy az edzők, vagy a jégkorong?
Hát ez a mai modern jégkorong, hogy bármerre tekintünk, Észak-Amerikába vagy Európába, láthatjuk, hogy a fiataloknak a fejlődése, és ahogy berobbannak a profi csapatokba, 17-18 évesen meghatározó játékosok tudnak lenni már. Persze ez nálunk még nem annyira kiforrott, de igyekszünk a fiataloknak lehetőséget adni, és úgy gondolom, hogy a vezető edző is azért egy fiatalabb edző, kicsit más hangon kell megszólítani őket, máshogy kell őket motiválni, néha kicsit több teret kell nekik hagyni ugye az egyéniségeknek a kibontakozására gondolok itt, hiszen azért mégiscsak jön 22 játékos egy csapatba, aminek azért a nagy része változik, és őket azért össze kell egy csapattá formálnunk, úgyhogy meg kell találnunk velük a közös hangot, és szerintem a mai modern sportban, nem csak a jégkorongról beszélünk, akkor biztos vagyok benne, hogy a magasan képzett vagy a legjobb edzőknek talán az az erőssége, hogy jól kommunikálnak és jól tudják motiválni a játékosokat. Ezt a fajta változást vagy tendenciát egyébként korábban is érezted szezonról szezonra akár? Igen, már amikor én először voltam vezetőedző, és akkor is ugye viszonylag fiatalon kezdtem el edzősködni, és volt olyan korosztály, ahol azért nem volt olyan nagy a korkülönbség köztem és a legidősebb játékos között, és mindig sikerült megtalálni velük a közös hangot. Én szerintem ez nem fog problémát okozni, és eddig se okozott, és biztos vagyok benne, hogy most sikerül itt a felnőtt játékosokkal, a magyar válogatott játékosokkal, vagy akár a légiósokkal megtalálni könnyen a közös hangot. Az elmúlt szezonban a fehérvári Ebel csapat teljesítménye finoman szólva is szélsőséges volt. Mi kell ahhoz, hogy ez ne történjen meg az előttünk álló szezonban? Mit gondolsz? Hát egy ideje már én is nézem ezt a csapatot, főleg amióta már csatlakoztunk ebbe a ligába. Amikor olyan kimagaslóan jó eredményeket sikerült elérni csapatként, akkor mindig a csapat szellemet lehetett kiemelni. Akkor mindig volt egy erős mag magyarokból, akik mindig kordába tudták tartani a csapatot, és voltak nagyon jó légiósok. Én úgy gondolom, hogy ezt a mentalitást, ezt a gondolkodásmódot egy kicsit vissza kell hoznunk, hogy a magyarok vállaljanak fel több szerepet, és a légiósokkal kiegészülve tényleg most már egy olyan szezon tudjunk produkálni, ami ennyi év után azt hiszem elvárható, és tényleg amit ez a város és a szurkolók azért igényel, úgy gondolom. Mit gondolsz, vagy mit prognosztizálsz a játékos piacra? Milyen hatással lesz a koronavírus veszélyhelyzet és ez az egész szituáció? Ugye most még átigazolási stop van a ligában. Igen, lehet igazolni, vagy hát tárgyalni lehet, ugye, csak nem tudom, hogy mikortól lehet megkötni ezeket a szerződéseket, úgyhogy most ez egy kicsit finomabban történik, mint eddig, hiszen tavaly ilyenkor már teljes mértékben megvolt a keretünk, az edzőmeccseket is le tudtuk fixálni a többi csapattal, mivel most elég sok a kérdőjel, mindenki kicsit óvatosabb, és azért a légiósok, az importok is sokkal óvatosabban mernek szerződést kötni, de remélhetőleg most ez tényleg ez a vírus helyzet egy kicsit lejjebb fog menni, és zöld utat kapunk arra, hogy itt bejelentsük majd az új játékosokat, és megköthessük a szerződést. Remélem, hogy ez most már minél előbb meg fog történni. Hozol, vagy érkeznek veled együtt fiatalok a titánokból a következő szezon csapatába? Hát a tavalyi csapatból ugye már a Mihály Ákos, ő már kapott is szerződést, és hát nekem nem csak az enyém, de a klub célja is, hogy ugye minél több fiatalt sikerüljön beépíteni. Nagyon remélem, hogy a szezon közben lesz jó pár játékos, akinek lehetőséget tudunk adni. Ez is lesz az egyik fő feladatom, úgy gondolom, hogy a vezetőedző figyelmét felhívjam azokra a tehetséges fiatalokra, akiket esetleg tényleg be lehet dobni abban bizonyos mély vízbe, és reméljük, hogy nem csak egy Mihály Ákos, hanem a jövőben akár ketten-hárman is meg tudnak ott ragadni. Én személy szerint nagyon szeretném azt látni egyszer, hogy azért tényleg a csapatnak a 70-80%-a tényleg csak magyarokból álljon. Remélem, hogy hamarosan álljon ez az idő is. Dudu becenév az hogyan, mikor, kitől ragadt rád? A szüleimtől, édesapámtól, de még kisbabakoromban, és konkrétan mindenki úgy ismer, úgy is hívnak.
és hát nem is nagyon figyelek felné a saját nevemre, hogyha úgy szólítanak, de már megszoktam, úgyhogy ez maradt. Visszatérve végezetül a következő szezonra és a Betet Home Ice Hockey League-re, hát ezt még szoknunk kell, ezt az új elnevezést, ahogy immáron a bajnokságot hívják. De visszatérve a ligára, az ellenfelek vajon gyengülnek, erősödnek, vagy nagyjából az az erős sorrend, ami kialakult az elmúlt években, és így gondolok itt talán elsősorban a költségvetésre, az megmarad. Mire számítasz? Én szerintem marad ugyanaz az a színvonal, és a többi csapattól is jó légiósok igazolását várom. Azt még nem nagyon tudjuk, hogy így az osztrák játékosok esetleg klubváltásban benne vannak, de szerintem ez nem fogja befolyásolni az erősségeket. Ugye érkezett egy új csapat, akiről még olyat nem tudunk, a szlovák csapat, Bratislava. Meglátjuk, hogy ők milyen erőt képviselnek, a többi csapat is azért tudjuk róluk, hogy mindenki nagyon jó, úgyhogy erős bajnokságra számítunk mind mindig. És hát reméljük, hogy rendben el tud indulni, és rendben végig tud menni. Végül még egy kérdést engedd meg. Ugye azért nagyon szép és gazdag karrier tudhatsz már most magad mögött. Nem hiába lettél most a csapat, az első csapat másodedzője, de mégis mi az, amire a legbüszkébb vagy? Ez fogos kérdés. Igyekszem mindenre büszkének lenni. Nem szeretek úgy visszatekinteni a múltba, vagy hogy valami rossz döntést hoztam, de talán leginkább arra, hogy itt tényleg itt kezdtem a karrieremet, itt nőttem fel, és játékosként is sikerült megmásznom ezt a bizonyos létrát, és most nagyon szerettem volna ezt edzőként is véghez vinni, és most egyelőre úgy néz ki, hogy sikerül, de hát még azért reméljük, hogy nagyon sok év áll előttem, úgyhogy ez is csak az útnak a kezdete, és kíváncsian várom, és nagyon, nagyon motivált vagyok, hogy egyre jobb eredményeket érjünk itt el. Hát nagyon sok sikert kívánunk a további lépésekhez az úton. Hajrá, Volán, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. Kedves nézők, megyünk tovább méghozzá egy hagyományosnak mondható programsorozat újabb állomásával. Legendák, futball legendák, a Manc utcai foci fesztiválon, ha szabad így mondanom. Ugye ez egy rendre visszatérő alkalom így nyaranta. Most megmutatjuk önöknek, milyen volt az idei. A 12. alkalommal rendezték meg a Manc focit, a lakótelep betonrengetegének árnyékában megbúvó hagyományos kispályás futballtalálkozót. Téber László, az egykori kiváló labdarúgó 2009-ben hívta életre egykori és mai futballisták részvételével azt a közösségi eseményt, ahol természetesen fontos a csel, a gól, de a legfontosabb a barátság. Én úgy gondolom, hogy az a 20-30 évvel ezelőtti barátság, lelkesedés, ami sajnos úgy látom, hogy a mai fiatalokból már hiányzik, az egy nagyon nagy összetartó kapocs a mai napig, és ugyanazzal a lelkesedéssel az első hívószóra jönnek a régi barátok, volt osztálytársak. Igazándiból talán a legnagyobb pozitívum az, hogy minden évben azok a srácok eljönnek, akik megkapják a meghívót. Tiber László köszöntője után Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok, aki maga is elkötelezett sportrajongó, köszöntötte a résztvevőket. Talán most látszik igazán, hogy mennyire sokat számít a sport.
Most a járvány ideje alatt nem tudtunk meccsre menni, nem tudtunk ilyen sportrendezvényekre járni, és azt hiszem, hogy ez borzasztóan hiányzott mindenkinek. Az is, hogy saját maga sportoljon, és az is, hogy olyan eseményeket nézzen, ahol a példaképei, ahol a sportolók együtt vannak, játszanak, meccset játszanak. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hiányzott nekünk a sport, és nagyon örülök neki, hogy ezt a szokásos tornát meg tudjuk rendezni az idén is. Hát ez a közösség, ez mindig összetartja az embereket, és inkább a sport tartja össze az embereket. Ugye már sokadik éve megrendezésre kerül ez a Mancos foci, egy-két évben már volt részem benne szurkolni, és hát mindig örülök, hogyha egy ilyen társaságba eljöhet az ember, és találkozhat barátokkal, ismerősökkel, ismert emberekkel. A legendás Párnár Ildikó számára, aki a magyar színekben Európa bajnok, világ és olimpiai ezüstérmes volt, fontos a sportbarátság. Nekem nem olyan furcsa, hogy itt vagyok Fehérváron. Egyrészt ugye játékosként is nagyon sokat jártam ide. Nagy meccseket vívtunk a fehérvári csapat ellen. A másik oka pedig a húgom, aki itt él Székesfehérváron, és természetesen az ő invitálásukra is jöttem ma ide. Egyrészt azért, mert ez a 12. ilyen rendezvény, és ez azt jelenti, hogy ez a kis csapat, aki ezen a napon így összejön, az egy tényleg egy összetartó közösség, és én mindig is hittem az ilyen összetartó közösségnek az erejébe, mert tulajdonképpen is a 33 éve vagyok a Ferencvárosban, és én azt gondolom, hogy ez alatt az évek alatt kialakult baráti kapcsolatok nagyon-nagyon fontosak, és hogyha az ember abba hagyja az aktív játékot, utána is nagyon fontos, hogy ezek a kötelékek meglegyenek, mert én azt gondolom, hogy ez az ember életében nagyon fontos, hogy legyenek olyan barátok, legyen egy olyan közösség, ahová tudunk tartozni. Fischer Ferenc a legendás ficere, aki a vadásztörténgyári Vasastól a budapesti Vasasig tette le névjegyét a pályán, ősmancosként ezúttal is ott volt csapatával az ünnepen. Minden évben egy évvel idősebbek leszünk sajnos, és még kell minden évet ünnepelni, mert nem tudjuk, hogy még meddig csinálhatjuk ezt. De örülök neki nagyon, hogy ezek a srácok ennyire összetartóak, és csodálatos, nem is tudom, hogy Fehérváron van-e még egy ilyen gárda, akik így együtt vannak. Minden ilyen rendezvénynek van valami alapja. Ezek a fiúk, amikor ezt kitalálták, és én a kezdetek kezdetén már csatlakoztam hozzájuk, gyakorlatilag barátként, nézőként. Én akkor azt mondtam, hogy óriási értéke van egy ilyen kezdeményezésnek. A Tiber családot több évtizede ismerem, a gyerekeket láttam felnőni, és amikor mondták, hogy egy ilyen rendezvény, ahol a régi gyerekek, amikor együtt játszottak, fölidéződött a saját gyerekkorom. Ugyanilyenek voltunk mi is, hála Istennek ebben nem változik a világ, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy büszkék lehetnek rá, hogy évente egyszer így össze tudnak jönni a régi haverok, és egy nagyon jót fociznak. Tiber Krisztián, Tiber László fia, aki az NB1 gólkirályaként is letette névjegyét, nagyon sokat tett azért, hogy a Manc foci értékes, felszabadult futball ünnep lehessen. Sokszor beszéltünk már erről itt az elmúlt években, hogy szerintem a mi generációnk, ez a mai 48-50-es generáció, akik mi itt fölnőttünk, a miénk az utolsó, akik itt még napestig rúgták a labdát, és egy nagyon jó kis garnitúra nőtt fel ezen a lakótelepen. És ez 2009-ben, amikor ez kiötlött a fejemben, én se gondoltam volna, hogy ez már 12. alkalom, és mi mindig össze tudunk jönni. Holott én az idén földobtam, hogy itt a koronajárvány miatt, hogy eltoljuk ezt az egészet, de hát egyentető volt a válasz, hogy ne. Nyilván vagyunk 20-25-en, akik benne vannak ebbe a csoportba, nem tudjuk összehozni azt a létszámot mindig, mert egyéb okros teendők miatt ez kivitelezhetetlen, de én azt gondolom, hogyha már 10-15-en itt vagyunk abból a 25-ből, akkor az már egy olyan létszám, ami miatt érdemes ezt megtartani. A barátság összeköt, Kovács Attila is évtizedek óta tagja a társaságnak, s ha ideje engedi, enged a csábításnak. Krisztián hívott meg egy jó pár éve erre a rendezvényre, hogy jöjjek ide, és esetleg, ha úgy van, akkor szállják is be focizni. Örültem neki, hogy megkeresett ez ügybe. Most is itt vagyok, focizni igaz nem tudok most sajnos, van egy kis sérülésem, de szívesen jöttem.
Hajnal Imre mondja, a találkozás misztériuma és a nagy futballcsalád az, ami olyan, mint egy örök hűséges kő. Ha meglátom például a Tíber Lacát, vagy a Feri bácsit, az idősebb korosztályt említsem, vagy éppen a valamelyik barátom korosztályomnak a fiát, annak ugyanúgy köszönök, váltunk egy-két szót, nevetünk egyet egymásra, és ez tart szerintem össze bennünket. A mérkőzés eredménye ezúttal sem számított, a lényeg idén is az volt, hogy újra együtt léphettek pályára a fiúk, és a végén kimondhatták, jövőre veletek ugyanitt. A hét pillanata után az utánpótlás című rovattal folytatjuk a Bajnokok Városát, méghozzá egy vízi sporttal. Az evezés egy hazánkban még újszerűnek ható szakágát próbálhatták ki az érdeklődő evezősök a VVS-i jóvoltából. Ez még egy nem hivatalos verseny volt az evezős strand sprintben, de bizonyos, hogy rövid időn belül hazánkban is meghonosodik ez a sportág. Annál is inkább, hiszen a következő ifjúsági olimpián Szenegálban már szerepel ez a sportág, és vélhetően néhány éven belül az olimpián is találkozhatunk az evezős strand sprinttel. Már is mutatjuk, hogy hogyan is néz ki ez a sportág. Mai napon egy olyan vízisporté a főszerep, aminek mondhatni, hogy már a neve is különlegesen extrémen hat. Mégis hogyan lehetne összeegyeztetni egy sportágban az evezést és a sprintet? Ezt már Vida Eriktől, a VVS-i edzőjétől kérdezem, mit kell tudni így általában erről a sportról? Ez az evezésnek egy új szakága, és a 2022-es Dakari ifjúsági olimpián ez lesz az evezős szám, és ez ad apropót arra, hogy ezt itt a ideális körülmények között a VVS-i, a Lightboat Hangar és a Parkstrand jóvoltából itt elsőként az országba kipróbáljuk. Mik a szabályok, hogyha elképzelni ennek a menetét, amit a nézők is láthatnak közben? Egy rövid futó szakasz után beugranak a gyerekek a hajóba, eveznek körülbelül 150 métert, megkerülik a fordítóbólját, és aztán visszaeveznek, kikötnek, és amikor átfutnak a strand, a célvonalon, akkor áll meg a stopper. Tehát ez egy igazi parádé. Hogy kell erre külön készülni annak, aki mondjuk általában evezős, tehát azért gondolom a sprintre is rá kell gyakorolni. Bizony, egész más képességeket igényel ez a sport, de a gyerekek nagyon szeretik, és egy kicsit színesebbé teszi az életünket. És egy különleges eszközt, az úgynevezett lightboatot használják hozzá. Miben tér el ez egy klasszikus evező sportszerétől, ha eltér? Sokban eltér, ez tulajdonképpen a tengeri evezős hajónak a kis testvére, és azokkal tudunk itt a Velencei tavon gyakorolni. Körülbelül 5 éve foglalkozom az evezéssel, 2 éve vagy 3 sportszerűen, és a barátaim hívtak le, hogy jöjjek én is sportolni, és elsősorban a közösség miatt vagyok itt, meg a versenyek miatt, és a sportág szeretete miatt, ugyanis ez egy elég komplex dolog, és nem csak az erő és állóképesség fontos, hanem a mentális felkészültség is. Ehhez a számhoz is? Nyilván itt a sprint az még tulajdonképpen egy szárazföldi erőnlétet is kíván, hogy tudtatok erre gyakorolni? Hát erre úgy gyakoroltunk, hogy nekünk ott kicsit arrébb van a stégünk, és egymást váltogatva indultunk el nagyobb szélben, és akkor még izgalmasabb volt, mert becsaptak a hullámok, úgyhogy ez nagyon jó verseny számunkra. Lassan 4 éve evezek, és igazából ami nagyon tetszik benne, hogy nagyjából minden izmot megmozgat, és az egyesületben nagyon jó a csapat, és igazából ez egy nagyon erős kapocs. Lettek volna nehezebb pillanatok, de végül is így az egész csapat szellem átsegített. Tehát ez egy nagyon jó.
Azt mondta az edzőtök, hogy egyénenként eltérő, hogy mennyire szeretitek azt, ha nagyobb hullámok vannak, most ugye kis szélcsend van. Amikor nagy a hullám, az neked jó vagy rossz? Ezt hogy tudjátok eldönteni? Rossz. Nagyon rossz, mert rendes hajókkal, versenyhajókkal, főleg régi hajókkal elég nehéz úgy szárazon maradni, hogy még élvezzük is. És ezekkel a lightboatokkal ez egy másfajta hajó, sokkal egyszerűbb és izgalmasabb, nagyobb hullámokban, rosszabb időben is evezni. A lightboat az egy egész új kevezős hajó. Itt nem is az a lényeg, hogy lightboat, hanem az, hogy tengerélvezés. Ugye, mint már azt gondolom hallották, hogy a tengerélvezés az az evező sportba, az olimpiai számok sorába föl fog kerülni. Ennek a célja az, ennek az egész bemutatkozásnak, mert ez a mai verseny köszönet a velencei sportiskolának. Ez kimondottan arról szól, hogy megismerjék az emberek, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a tengerélvezés sportban. A tengerélvezés az tulajdonképpen évek óta már megy. Ez olyan az elvezésben, mint mondjuk a kerékpárban van a pályakerékpár és az országúti kerékpár. Vagy a rendes úszásban vannak a medencei úszások, és van a szabadidő, a szabad nyílt vízi úszás. Hát ez is egyik a másik fajtája ennek a versenynek, az evezésnek, és hát ebben szeretnénk az, hogy Magyarországon is elterjedjen. A tengeri evezésnek azért van magyar múltja már, vannak világbajnokaink, vannak világbajnoksági második, harmadik helyezettjeink, tehát én biztos vagyok benne, hogyha a hagyományos, klasszikus evezésből a versenyzők erre is áttérnek, akkor nagy sok sikert fognak hozni az országnak. Úgyhogy az olimpia, hogy lesz, mikor lesz ez az olimpiai szám, tervbe van véve, és úgy néz ki, hogy a FISA, a Nemzetközi Evezős Szövetség az ez év végén fog dönteni, hogy melyik fajta versenyszámot vegyék fel az olimpiai műsorba. Kétfajta ilyen tengerjevezés verseny lehetőség van. Az egyik ez az úgynevezett beach sprint verseny. Ez egy bójakerüléssel és ugye futással kombinálva, a másik pedig a rendes nyílt vízi evezés. Ott az körülbelül olyan 6-8 kilométeres távot kell a versenyzőknek megtenni kinn a tengeren. Hát nekünk szerencsére, nekünk is van magyar tengerünk, és hát itt a Velencei tó, a Balaton, ez kimondottan alkalmas arra, hogy a hullámos, kemény vízbe is megpróbálják a versenyzést. Most kezdted ezzel, és gratulálunk a futamgyőzelemhez. Milyen volt, gondolom, akkor ez volt az első ilyen megmérettetésed, hogy érezted? Nagyon jó volt, egy óriási nagy élmény volt, és remélem, hogy még részt vehetek ilyen fajta versenyekben. Miért kezdted el az evezést? Mi az, ami megtetszett benne, és az eddigi hát két hét alapján hogy érzed? Először igazából csak így ki akartam próbálni, mert úgy voltam vele, hogy miért nem. Az első héten nagyon megtetszett, és akkor jöttem még egy hetet, és egyre jobb lettem benne, és remélem, hogy még fejlődök benne. Itt most hogyan sikerült kihozni azt a versenyen, amit így az elmúlt hetekben gyakoroltál? Milyen volt a teljesítményed? Szerintem jó volt, már nyertem, és a forgatása, az evezővel való forgatás az annyira nem ment, de majd hát a következő versenyen az már menni fog. Hosszú távon tervezel ezzel a sporttal? Mik lesznek a továbbiakban? Igen, hosszú távon tervezek, és igazából még ilyen konkrét elképzelések nincsenek. Csak az, hogy minél több versenyen vegyek részt, és minél több tapasztalatom legyen benne.
Műsorunk végére értünk, a Passzolj című rovatot jövő héten láthatják majd a Bajnokok városában. Hát ilyen a nyár, Vojvoda Dávid válaszol majd a korábban kapott kérdése, és aztán ő is tovább passzolja majd a labdát, de csak a jövő héten. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra!